Köszöntöm a nézőket, Süli János miniszterrel beszélgetünk a következő percekben, a téma pedig mi más lenne, mint Paks 2. Köszöntöm, miniszter úr. Tulajdonképpen hogy halad a projekt, így évvége táján már talán valamiféle összegzést is el lehet mondani az idei év munkájáról, hogy mit sikerült végrehajtani? Hát ugye folyamatosan dolgozunk azon, amit elmondtam többször, hogy most az engedélyeink közül felsoroltam korábban is, hogy a leglényegesebb környezetvédelmi engedélyünkkel, jogerős engedélye rendelkezünk a telephely engedélye, közben szereztünk kisebb engedélyekből. 300-at van, előzetes hálózatra csatlakozás engedélyünk van, vízkészlet használatra vonatkozó előzetes engedélyünk, hisz ugye változatlan nyári tapasztalatok alapján is azt tudjuk mondani, hogy nekünk a Duna lesz az alkalmas hűtővízünk, kellő tartalékokkal van. Most a idei helyzet is igazolta, megtervezve a blokknak a Dunavizes hűtése. És ugye, amit említettünk, legfontosabb, hogy most majd a építéshez kapcsolódó terveket, ha az orosz fél nekünk megfelelő minőségbe átadja, akkor ez az engedélyezés van hátra. Ez feltétel annak, hogy el tudjuk kezdeni az építkezést. Erre pedig ugye azt mondtuk, hogy akkor tudjuk ezt a tervcsomagot befogadni, biztos, hogy tudunk engedélyt kapni, olyan engedélyt, amivel meg is építhető a blokk, meg utána 60 évig biztonságüzemeltethető. Tehát én erre korábban is ugye nyilatkoztam, hogy erre nem tudok mérget véve konkrét dátumot mondani, hisz ez egy komoly egyeztető munka, több száz ember dolgozik rajta, mint magyar részről, mind orosz részről, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy Finnországban két tapasztalat is van. Van egy olyan tapasztalat, hogy a franciák által épített Olkottóba blokkot azt engedélyezte a hatóság, de mégse tudtak haladni a tervek minősége miatt, majd 10 év csúszás van, és majd 20-ban tudnak indulni, illetve pont a orosz fél csak másfajta konstrukcióban, hogy egy fennavolymai erőmű építése kapcsán van kapcsolat, ott pedig beadták engedélyezésre a hatóságnak az orosz fél által adott terveket, de a hatóság ezt a tervcsomagot nem fogadta. Tehát mi nem akarunk ilyen ügybe belebonyolódni, hisz az megint csúsztatja, hisz, hogy az ellenőrzésre szükséges idő, mire dönt a hatóság, és akkor visszaadja ismétet áttervezésre az is idő, tehát mi nekünk az a véleményünk, és Paks 2-be megfelelő számú mérnök, illetve magyar tudás is megvan ahhoz, hogy mi csak akkor adjuk be a tervet, ha ez 99%-ban engedélyezésre alkalmas. Azért valamiféle céldátumot akkor nem is jelölnek ki direkt? Én azért nem jelölnék ki, mert tényleg ugye valamelyik nap is azt mondtam, hogy ahhoz tehát komoly munkát kell, és a biztonság van elsődleges szempont. Tehát itt, hogy ezt a Orbán úr, Putyin úr találkozón is egyértelműen kinyilvánítottuk. Persze vannak céldátumaink, de ez a céldátum, ez mindig fölülíródik annak érdekében, hogy ez egyértelműen, mint mondtam, biztonsággal megépíthető, meg 60 évig biztonságüzemeltethetőnek kell lenni. És ebbe a gyakorlatban az orosz félnek európai gyakorlata nincs olyan, ami napi gyakorlat. Ugye neki is ezeket a terveket, amit mi használunk, azt nem adaptálni kell, tehát nem úgy van, mint Oroszországon belül, hogy egyik telephelyre a másikra át tudja vinni, és kevés munkával tudja követni a telephelyeken belül alkalmazást. Itt az uniós követelményeknek, magyar követelményeknek szinte át kell számolni, át kell tervezni, és ennek az időigénye ez jóval hosszabb, mint amire kezdetbe gondoltunk. Tehát én nem bocsátkoznék itt dátumokba, azt mindenféleképpen, amit itt közöltek újságokba, alapvetően azok közölték, akik nem is akarják, hogy megépüljön, hogy itt a 32-es dátum, ma jóval hamarabb meg leszünk, de tényleg itt csak azt mondom, hogy találgatásokba én nem bocsátkozom, dolgozni kell, és akkor ha dolgozunk, akkor meg leszünk időben.
Éppen ezek a politikai csatározások, amik az atomerőmű vagy Paks 2 körül vannak, ezek mennyire hátráltatják a munkát? Hát ugye hátráltatni nem hátráltatnak bennünket, mert ugye végezzük a munkánkat. Itt az, hogy mondjam, az a bátorítás, az, amit kapunk az ellenzék részéről, meg amilyen módon kapjuk, az tulajdonképpen ennek a kollektívának, aki ezen dolgozik, de akár a 1-4 blokk üzemeltető kollektívájának, és a komoly munkáját olyanok véleményezik, vagy próbálják minősíteni, akinek halvány fogalma sincs, hogy itt milyen feltételeknek, milyen oktatásnak, milyen vizsgáztatási követelményeknek kell mind a 1-4 blokkon, mind Paks 2-ben megfelelni kollégáknak, hogy ezt a munkát el tudják végezni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez még most még eszkalálódni fog, hogy ezt az ellenzék megígérte, hogy a uniós választásoknál az egyik fő ellenzéki téma lesz, hogy Paksot állítsuk le, Paks nem kell, de ezzel mi nem szeretnénk foglalkozni, mit csináljuk. A számok, a tények mellettünk vannak, ugye Magyarország villamos energia felhasználása az idén már kétszer volt csúcsdöntés, volt március 2-án egy 6835 megawattos, most pedig a napokban egy 6843 megawattos csúcs, ez több mint 50 megawattal több, mint a tavalyi csúcs teljesítmény, 63 megawattal, ha az utolsót nézünk, tehát ez is folyamatosan mutatja, hogy a villamos energiára szükség van, és az import is, ha majd az évvégi adatok megjelennek a MAVIR közleményekből, akkor látható, hogy ez megint nem volt 30% alatt, hanem 30% fölött voltunk importban, tehát ez is indokolja, tehát nem változtak meg azok a körülmények, amik elbizonytalanítanának bennünket. A másik, hogy Európában a villamos energiára az szinte duplájára emelkedett a nyáron, ugye a vízerőművek se tudtak termelni a csapadékhiány miatt, a nagy meleg miatt a hagyományos erőművek hatásfoka is csökkent, a kondenzációs erőek, ugyanúgy az atomerő, hisz az is kondenzációs elven van hűtve, tehát így egy jelentős emelkedés volt. Ugye mi mindig mondtuk, hogy a környezetvédelmi célkitűzéseknek legjobban a atomerőmű és a megújuló. Ugye deklaráltan például napokban Pakson beindult egy 20,6 megawattos naperőműnek a üzemi próbái egyéb. Tehát mi nem ellene vagyunk a megújulóknak, hanem azt mondjuk, hogy ez a két dolog együtt, az atomerőmű meg a megújulók, azok lehetővé teszik Magyarország villamos energiaellátását. És azért azt is hozzá kell tenni, hogy ugye a három lábon állás van a 11-ben elfogadott energiastratégiában, hogy a lignit vagyont, azt pedig úgy kell majd használni, ami van, hogy ott is a környezetvédelmi célokat ki lehessen elégíteni, de azzal is számolni kell, hisz most is egy jelentős teljesítményt, 800 megawattot folyamatosan tud adni a mátrai erőmű. Tehát az is egy fontos dolog, hogy a lignitről se szabad hosszú távon elfeledkezni, csak azt még korszerűbben kell majd égetni, vagy a levegő tisztasági normákra odafigyelni. Tehát akkor ott is tulajdonképpen új erőművet kell építeni, vagy a meglévőt kell átalakítani? Ott más tulajdonában van, a meglévőnek 10-15 éven belül biztos lejár a élettartama, hisz azok, hogy a Paks előtt, jóval Paks előtt épült a mátrai erőmű, tehát ott vége felé, ott szándékban volt egy 500 megawattos új erőmű valamikor egy 10 évvel, akkor még a német tulajdonos, ugye most tulajdonosváltás is volt. Azt gondolom, hogy tulajdonképpen nincs más vagyonunk, mert lehet majd szélből, napból, szélnek ugye nincs jelentősége, olyan is a törvény, hogy nem tudunk ugye telepíteni, nem is akarunk, de a naperőművek számosság az egy 3000 megawatt elképzelés, tervezés, az már látszik, hogy körülbelül 3000 megawatt fog belépni. Lesz Paks átmenetileg ugye 4400, de ez csak egy 10-12 évig lesz, még párhuzamosan üzemelnek a blokkok, tehát és akkor kell nekünk pont a energiafüggetlenség meg egyéb alapján foglalkozni
tehát nem kerülhető meg a lignit, de hát ugye mindenütt használunk az egész Európai Unióban, csak az a kérdés, hogy milyen az aránya. Mert ugye most Németországban látjuk, hogy 4 falu esett áldozatul annak, benne régi templomokkal, hogy a külszíni fejtésre alkalmas lignitbányát nyissanak. Ugye nemrég volt egy jelentős tiltakozás, 50 000 fős erdő írta, mert az erdőt is ugye le kellett termelni erről a területről. Tehát a lignitet, a szenet használja mindenki. Ennek is vannak korszerű technológiái, ami mellett használható, de az mi akármennyire használjuk, az teljesen más konstrukció, mint egy atomerőmű. Tehát azért a legtisztább mindenek között az atomerőmű lesz. Miniszter úr, az elmúlt időszakban csak a közelmúltban 2 bizottság, parlamenti bizottságot fogadtak itt Pakson, de rajtuk kívül még volt másik bizottság is, aki itt vendégeskedett. Máshogy mennek el innen a politikusok, mint mikor ide jönnek? Hát én azt gondolom, azért is hívtunk le mindenkit, mert a helyszíne, hogy én még erőműben, mikor kezdtem dolgozni, akkor az volt a mondás, hogy leghitelesebb információ a helyszínen van. Tehát én üzembevező mérnök voltam, mondhatott bármit a kivitelező, hogy így halad, úgy halad, meg kellett nézni, azt akkor tudtuk, hogy az igaz-e. Na most pont ezen az elven, én azt mondtam, minden bizottságot meghívtunk Paksra, nézzék meg, hogy működik a jelenlegi egynélok. Ennél egy sokkal modernebb, újabb típusú ugye biztonsági rendszerekbe egy sokkal gazdagabb blokkot fogunk építeni, tehát akkor, ha ebből le tudják vonni azt a következtetést, hogy akkor egy 40 évvel későbbi tervezésű blokk vajon milyen lehet, mert ugye ezt tudjuk levetíteni, és mindenki, én úgy látom, hogy mindenki egyébként a helyszíninformációk alapján egy picit megáll, meggondolja, hogy az a vérmérséklet, amit ő tanúsít, ami vehemenciával ellenzi az atomenergiát, az akkor helytálló. Ugye 3 bizottság volt itt, mind a 3-mal az volt a véleménye, amit kaptak információkat, hogy korrekt, megfelelő, tulajdonképpen meg voltak elégedve a látottak, a hallottak. Nem szerelmesedtek bele a vérmes ellenzők, de azt gondolom egy picit, hogy mondjuk, tudtak azonosulni azzal, hogy ez egy nem rossz. Látták, hogy tisztaság van, rend van, a számok magukért beszélnek, hogy ott is meg tudjuk mutatni mindig a pillanatnyi aktuális energiahelyzetet a látogatóközpontban, az is magáért beszél, mert nem tudják, hogy itt mekkora importtal megyünk, tehát csak ott is megdöbbennek, hogy akkor jé. Vagy meg tudjuk mutatni azt a tablót, amin a világ összes atomerőműve szerepel, hol helyezkednek el, hány darab, mennyit termelnek. Tehát ilyenkor ugye teljesen más megközelítésbe szokták látni. A cél az, hogy 40%-ban legalább hazai vállalkozások vegyenek részt az építésben. Ez teljesülhet? Hát sokat kell rajta dolgozni, hogy ez teljesüljön. És ugye az is tény, hogy ugye itt a versenyeztetési eljárásban tudja az orosz fél, hogy ezeket a munkákat odaadni. Pénzügyi feltétele is van, mert ő elég komoly garanciát kér, hogy a munka elvégzésre kerül. El tudják végezni a magyar vállalkozók, után jelentős pénz van bent a jó teljesítési garanciaként, tehát itt a vállalkozók mögé kell nekünk egy támogatási szerkezet, és hogy egy összefogás is kell, még kis vállalkozások nem tudnak bemenni a területre, hanem csak nagyobb, tehát mi ebbe a átképzésbe, koordinációba, mindenbe együtt fogunk működni a vállalkozókkal, meg napi kapcsolatban vagyunk, létre is hozunk egy tájékoztató központot ezzel kapcsolatban a vállalkozóknak, itt a Mecsekérc, ami régebben Gemencnek volt a telephelye, Opel, meg itt a 6-os út mellett, azért, hogy napra kész információkat tudjunk szolgáltatni, de mondjuk együtt dolgozunk a szexárdi szakképzési
akkor a főiskolával, vagy most meg egyetemi kihelyezett tagozattal, Dunaújvárosi Egyetem, Pécsi Egyeteme, tehát mindennek annak érdekében, hogy az átképzések, szakképzésekkel segítsük elő a vállalkozókat, de mondom, összeintegrálódni kell, mert csak úgy tudnak nyerni. Hogy van erre hajlandóság részükről? Hát ugye ez, mi mondjuk, hogy másképp nem megy, csak ha integrálódnak, mert kis létszámú, kis szervezetekkel az orosz fél, tehát itt minden épület jelentős beruházást jelent. Ugye most a fővonulási épületek közül háromnak két iroda, akkor egy konyha étteremnek a ügyei vannak folyamatban. Hát itt is az a tapasztalat, hogy aránylag ugye nem mozdult meg annyi vállalkozó, amire számítottunk, mert az orosz fél pont ezt hazai vállalkozókkal szeretné, hogy itt 80 műtárgyról van szó, út, parkoló, és akkor különböző műhelyek, egyebek. Tehát itt létre tudna jönni egy olyan kapcsolat, hogy ki van próbálva a magyar szállító, és akkor a főépület kapcsán is tudnának együtt dolgozni. Ez az egyik fejezet, hogy itt kialakulhat a másik. Ugye megnyerte például G General Electric a turbina generátorszigetet, ő is egyértelműen a kapcsolódó dolgokat, meg generátor, turbina, az ugye nem magyarok fogják gyártani, de számtalan segédberendezés. De a hazai lányvállalata nyerte, ő pedig a egyéb beszállítókat, mind magyarokat szeretne arra, hogy itt ugye világítástól kezdve kisebb segédberendezésig, akkor csak a gépház kialakításába, összjárófelület, korlátok, installáció világítással kapcsolatban, szellőzésre, tehát bőven van olyan munkavolumen, amit a magyar vállalkozók, vagy csak ezrével kell csőtartókat gyártani, ez fölösleges Franciaországban vagy Amerikában, ezt mind tudja magyar, tehát itt is a kooperáció az a General Electrickel is, hogy minél több magyar vállalkozót tudjon bevonni, a szándéka egyértelműen megvan, mert olcsóbb, hogyha minimum szállítási költség ezeknek az alkatrészeknek meg van takarítva. Ugye egy másik támadási felület szokott lenni az orosz hitel, ugye több ezer milliárd forintba kerül átszámítva a Paks 2-nek az építése, amiből viszont eddig lehívtunk, de vissza is fizettünk. Igen. Ez egy tendencia lesz később is, vagy ez a terv, hogy lehetőleg saját forrásokból fizesse az ország? Itt a vita mindig arról szól, hogy akkor mondjuk fel ezt az orosz hitelt, és akkor sokkal kedvezményesebb hitel van a világpiacon. Igen, van, amikor nem. De ez egy hosszú rendelkezésre álló nagy, mert ugye 10 milliárd eurós keret az ott áll rendelkezésre, és ugye az a lehetőségünk van, mint ahogy ki is próbáltuk, hogyha kifizettük a számlákat, és jelezzük az orosz bank fele szándékunkat, hogy jó feltétellel akár tudunk egy új hitelt fölvenni, vagy a költségvetés állapota lehetővé teszi, hogy ezt kifizessük, akkor, mint a példa mutatta, májusban mi az első, ugye ez egy kb. 30 milliárdos teljesítés volt, annak 20%-a ugye 60 milliárd, azt a Magyar Állami Adósságkezelő Központ rendezte, 24 milliárdot fizetett az orosz bank az orosz kivitelező felé, és akkor ezt a pénzügyminisztérium, ezt költségvetési tartalékokból, ezt ki tudta fizetni, tehát tulajdonképpen nincs ebből az államadósságból az orosz fél fele, most nem áll fönt semmi. A hitel fönt van tartva, ketyeg, tehát ha bármikor a lehetőségünk úgy adódik, hogy jobb feltételű hitellel, de nem az egészet, mint mondtam, hanem akkor, amikor esedékes kifizetés megtörtént, csak a piacról lehet jobb hitelt, akkor azzal él majd az állam, vagy ha a költségvetés engedi, akkor kifizetjük. Tehát ezt végig kommunikáltuk, hogy ezért nem kell kiváltani, mert ugye attól kezdve ketyeg a kamat, ami után fölvettük a pénzt, és hogy ez költségtérítés mentesen tudjuk. Tehát az első kipróbáltnál is semmilyen 5% vagy 300% vagy semmilyen olyan
költsége nincs, amit más, tehát egy MOSZEK szerződés és viszonylatban valaki előtörleszt, annak számolnak föl díjat. Itt ez egyértelműen mondom, kipróbáltam, hogy nem került nekünk semmibe az előtörlesztés. Az időnk rohan, egy pár szót azért még ejtsünk a kerítésen kívüli munkákról. Ugye egy Paksnak is, magának a városnak is készülnie kell, Dunahidat fognak építeni, lakniuk kell majd valahol az ideérkező munkásoknak. Ezekkel hogy haladnak, hogy látja? Hát ugye egy csomag erőterjesztés kormányhatározat kiadásra került, ez egy 187 milliárd forintos csomag, ez az úthálózat felújításával vasúttal. Ez jövőben kezdődik, itt a legrosszabb állapot utakkal kezdünk, és majd úgy haladunk messzebb, mert itt elég jelentős felújítási program van, tehát figyelembe véve, hogy a Kalocsai hídnak a környezetvédelmi engedélye az kiadásra került, bízunk benne, hogy jogerőssé is tud válni, és akkor a híd is megépül. Ugye mi a lakások tervezésével területek kisebb, most fogunk átadni a városnak jelentős pénzt, hogy a kisajátításokat, területvásárlásokat kezdjük el. Tehát tulajdonképpen elkezdődött ezzel kapcsolatos érdemi munka, a pénzügyi források rendelkezésre állnak. Persze mindennek, vagy most közbeszerzési eljárásban, hogy tudjuk, kinek kell biztosítani, ki fogja bérelni, hogy fogja, mit kezdünk utána a bérleményeket, tehát minden föl van építve, hiszen ezeket a végleges lakásokat kezdetben lakni fogják szakértői családok, úgy, mint az 1-4 blokk kapcsán valamikor megtörtént, utána majd az üzemeltető személyzet ezeket a lakásokat átveszi. Van magántőkében, magánbefektető most is épít Pakson, már egyet a régi borkombinát mellett, tehát mi itt fogjuk alkalmazni az állami magánt, hisz azt gondoljuk, hogy a magánbefektetőnek is az garantált 10 évi bérlemény, és majd utána egy 80 évig lakni kell benne üzemeltetőnek, az megéri befektetni, és akár jó minőségi lakásokat is építhet. Ezt még kritizáltuk egy részét korábban a paksi lakásoknak, hogy nem épült mellé tárlótér, nem épült mellé garázs, ugye az önkormányzatnál akkor még intézkedtünk is, hisz a kocsik nem férnek el a város utcán, hogy minden épülethez minimum másfél gépkocsi tároló, és ebből egy garázs legyen. Tehát ezeket a követelményeket fogjuk érvényesíteni, és akkor van megtervezve a műjégpálya mellett is egy 85 lakásból álló, ott is egyeztetés alatt vagyunk abban, hogy akkor ki legyen, hogy legyen, mi a garanciája annak, hogy egy pénzügyi garanciát nem akarunk arra adni, hogy garantált, hogy kivesszük, hisz akkor versenybe nyúlnánk bele, de meg kell oldani, hogy ugye aki a saját pénzét fekteti be, az is óvatos, az államnak pedig ugye különböző jogszabályi feltételeknek kell megfelelni, azért nem egyszerű, de tisztulnak ezek a dolgok, és ez jövőbe egyértelmű, hogy látványosan fogunk mondani az út, és akkor ugye területeket eddig is vásároltunk abba idéglenes szállás lehetőségeknek, és az erőműz bevezető utak, a építéséhez is szükséges, tehát ezeket itt volt is kritika, aki nem érti, hogy mi ugyanúgy a szekszárdi húskombinát területét, az autópálya közelség, mi azért vettük meg, mert átképzési, de egyéb célokra is mindenre használható lesz az a terület. Mi Pakson is a barna mezős, tehát a konzervgyári területeknek is a hasznosítását akarjuk ugyanúgy szekszárdon, de szó van ugye a két laktanya, ami szintén barna mezős használaton kívüli Kalocsán, tehát mi azokat a használaton kívüli épületeket is szeretnénk bevonni, amiket érdemes bevonni, megfelelő céllal, átmenetileg mi tudjuk hasznosítani, és úgy kell hasznosítani, hogy később is a további hasznosítása is, hisz még más, azt látjuk, hogy a Paks, hogyha megépül, akkor 1350
új munkáért hoz létre, de valamikor majd Paks 1-4 leáll, ott ugye többen dolgoznak, tehát nekünk nem csak azzal kell foglalkozni a kerítésen belül, hogy megépül a két blokk, a kerítésen kívül, hogy lesznek lakóházak, lesz óvoda, bölcsöde, ami kell hozzá. Azzal is szeretnénk foglalkozni, hogy a térségbe a Tolna megye leszakadása, de ebbe beleértem Baranyát és Somogy megyét is, meg a Bács-Kiskun megyének ezt a Duna menti részét, hogy úgy szeretnénk dolgozni, hogy itt akkor ebbe a erőm által megnövekedett figyelem, megnövekedett beruház úgy húzza meg a térséget, hogy utána ez egy maradó fejlesztést idézzen elő. Most fogunk is a megyei önkormányzatokkal egy együttműködési megállapodást kötni, mint hogy már kötöttünk Dunajvárosi Egyetemre, ugyanezt folytatjuk majd a Pécsi Egyetemre is, pont azért, hogy ezeket a dolgokat úgy kezeljük, hogy ne csak az érezze, aki be tud jutni a Paksatomerőbe dolgozni, hogy ő jól járt, hanem a térségben más új munkahelyek is létesüljenek. Búcsúzóul egy mondatban mit kívánjunk a jövő évre? Hát magunknak jó munkát, meg jó egészséget mindenkinek, és akkor folyamatosan tájékoztatunk mindenkit, annak függvényében, hogy haladunk előre, mindig az aktuális tájékoztatást biztosítjuk, meg a nézőknek is, mindenkinek áldott békés karácsony, boldog új évet kívánok. És önöknek is. Miniszter úr, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt. A nézőknek a figyelmet köszönjük, viszontlátásra.